Ég a gyertya ég, hosszú lángolik, a szeretet a szívünkből ki ne aludjék. Isten hozott a gyermek liturgiához. Itt van megint a vasárnap, és ez egy különleges vasárnap. A Szent Háromságot ünnepeljük ezen a vasárnapon. De tudom, hogy mit gondoltok. Nem csak egy Istent imádunk? Hát de igen, egy Istent imádunk, egy Istenhez imádkozunk. De amikor kezdünk imádkozni, vagy bemegyünk a templomba, akkor mit csinálunk? Igen, keresztet vetünk, és mondjuk, hogy az Atyának, a Fiúnak, Szentlélek nevében. Hát, ezt azért csináljuk, mert igen, egy Isten van, de az az egy Isten három különböző fontos szerepet vállal, játszik a mi életünkben. Az Atya. Hogy kezdjük az imát? Úgy kezdjük, hogy az Atya. Az mit jelent? Hát az apánk. Úgy kell gondolni az Istenre, mint egy apa. Az apa mit csinál? Ő vigyáz ránk, megvéd, megad nekünk azt, ami kell nekünk. Úgy, mint egy apa. De miközben nagyon fontos az Atya, az apa szerep, kell nekünk is valaki, egy barát talán, aki inkább olyan, mint mi. És ezért mondjuk a második dolgot, hogy a Fiú, aki Jézus. Ugye ő volt az Istennek a fia, és ő itt élt velünk a földön, együtt dolgozott velünk, meghallgatta az embereket, segített nekik a gondjaikkal, és meggyógyította. És inkább olyan volt, mint egy barát. Az is egy nagyon fontos része az Istennek. De Szent Háromságról volt szó, nem? Az 3-1-2-3. És eddig volt az Atya, az 1, a Fiú, az 2, és hát kell még a harmadik. A Szent Lélek. Istennek van még egy oldala, és ezt az oldalt ezt nem látjuk nagyon gyakran, de érezni tudjuk. Ez a Szent Lélek. Múlt héten beszéltünk arról, akkor volt pünköst, hogy az Isten leküldte a Szent Lelket az apostolokba, és ez adott nekik erőt, hogy megcsinálják azt, amit az Isten kért tőlük, hogy hirdessék az Isten szavát. És így tudunk gondolni az Istenre még. A harmadik mód az a Szent Lélek. Szóval van az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Három szerepe az Istennek. De fontos emlékezni arra, hogy csak egy Isten van. És az Atya, a Fiú és a Szent Lélek az mind része az egy Istennek. Nézzük meg, hogy erről mit tanul ma Piroska. Jaj, sziasztok! Jaj, de szép nap van kint! Annyira élvezem ezt a gyönyörű időjárást! Hello! Szia, Piroska! Szia, Dani! Hogy vagy? Jól vagyok, köszönöm szépen! És te? Én is jól! Tudod, Dani, volt egy kérdés, amit meg akartam kérdezni tőled. Igen, persze, nyugodtan kérdezd. Az, hogy elkezdtem gondolkozni, hogy amikor megyünk templomba és keresztet vetünk, akkor mindig azt mondjuk, hogy az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. És felmerült bennem, gondoltam rá, hogy de nem csak egy Isten van. Hát igen, Piroska, tudod, igazad van, csak egy Isten van, de az Istennek igazából három szerepe van, három része van. Hogy tudom ezt elmagyarázni? Igen, ez nagyon nehéz megérteni. Van egy jó ötletem. Na, rögtön jövök, Piroska, jó? Oké. Okay. Jaj, na jó, most várunk. Na, itt van egy alma. Látod? Ott egy alma.
Igen, tényleg, de ez hogy fog nekem segíteni? Hát ezt most tegyük egy picit félre, és én rögtön jövök. Jó, várok. Látod, Piroska? Hoztam egy képet, segítesz nekem fogni? Jó, ez miről egy kép? Hát, várj, ezt arrébb teszem, jó? Na, ez miről egy kép? Látod, Piroska, itt van egy alma, hogyha félbevágjuk. Tényleg, az igaz! Itt van a héja, és ott van a hús, amit nagyon szeretünk megenni. Igen, én nagyon szeretem, tényleg! És itt van a mag a közepén, a magtartó. De ez hogy jön ahhoz, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek? Nem teljesen értem, Dani. Hát, na, az alma az olyan, mint az Isten. Isten csinálta az almát, tudom, de csak így tudom elmagyarázni, jó? Hogy az Isten hasonlít egy almára, ugye? És három szerepe van az Istennek, három része van, ugye? Hogy az Atya az olyan, mint az alma héja, az megvédi az almát, ugye? És az Atya, mint az Apánk, megvéd minket. Ó, ezt értem, jó. És a többi? Hát a hús, a finom rész, amit szoktunk enni, az olyan, mint a Fiú, a Jézus, aki lejött ide hozzánk, és ember lett ő is. Értem. És itt a közepén a magtartó az olyan, mint a Szentlélek. A Szentlélek? Igen, mert ő adja az erőt nekünk, ő segít nekünk, hogy ezeket a magokat, a hitmagokat, azokat növesszük. Ugye az alma mag, amikor elülteted, és meglocsolod, és gondozod, akkor mi lesz belőle? Egy alma fa, igen. Most már értem. Igen, úgy érted, a Szentlélek is, ha segít nekünk elültetni ezeket a magokat, úgyhogy tanítunk másoknak, beszélünk másoknak Jézusról, és akkor megnőnek. Hit lesz belőlük, más is fog hinni Jézusba. Jaj, de jó! Ó, köszönöm, Dani! Ez nagyon segített nekem. Szívesen, Piroska, persze! Jaj, hát akkor tényleg az Isten olyan, mint az alma, van az Atya, a megvédő héja, a Jézus, a fia olyan, mint a hús, és akkor a magok, meg a magtartó olyan, mint a Szentlélek és a hit. Jaj, de jó, köszönöm, Dani. Szívesen, Piroska. És most megetjük az almát. Igen, Piroska, gyere, fogd meg. És akkor, jó, gyere, menjünk, együk meg. Sziasztok! Ahhoz, hogy ezt ma jobban megértsük, ma kézművességre egy picit együtt rajzolni fogunk. Szóval fogunk egy fehér papírt, és fog kelleni egy piros filctól, egy fekete, egy zöld és egy barna filctól. És rögtön fogjuk a pirosat. És kezdjük a pirossal, és fogunk rajzolni egy almát. Ott van a szép almánk. Be lehet színezni. És persze az almának. Itt kell rajta ezt rárajzolni, és rajzolunk neki egy szép zöld levelet. Itt van az almánk. Na jó. És mi történik, ha félbevágjuk az almánkat? Megrajzoljuk a héját. Ott van a héja, remélem, hogy szépen mindenki rajzolja. És akkor ennek is megrajzoljuk a levelét. De most az a fontos, hogy most a közepén persze megrajzoljuk a csutkát, ahol van itt a közepén a mag. És megvan az almánk, ha félbevágtuk volna, úgy néz ki. Most jön a fontos része.
Emlékszetek, mit mondtuk? Az alma az Isten. Az egész alma. És nézzük meg a részeit. Itt van a héja. Az a megvédő atya. A húsa az úgy, mint az ember, a fiú, vagy Jézus nekünk. És akkor ott van a magtartó, a hit magok, az a Szent Lélek. Remélem legközelebb, amikor láttok egy almát, akkor ti is egy picit máshogy nézitek. És amint szoktuk, a gyermek liturgiát egy imával fejezzük be, és úgy kezdjük, hogy keresztet vetünk. Az Atyának, Fiúnak, Szentlélek nevében. Amen. Istenem, kérem szépen segítsél nekünk, hogy felismerjük a szeretetet, amit küldtél nekünk, amit mutatsz nekünk Jézuson át, és kérem szépen segítsél nekünk felismerni ezt az erőt, amit belénk raktál a Szentlélekkel, hogy tanítsunk rólad, és hogy beszéljünk rólad másokkal. Amen. Az Atyának, Fiúnak, Szentlélek nevében. Amen. Sziasztok! Szép vasárnapot!